500-as ház, láttunk már sokat, néztünk is sokfélét, van ilyen, olyan, olcsóbb, drágább, legendás, kevésbé legendás, kicsi tápos, nagy tápos, külső tápos, belső tápos, egyikben kicsi az energia, egy-két eszközhöz, másikban meg bőven elég, sokféle van, de mivel más ez, ami itt van előttem, képzeljünk el egy olyan 500-as házat, ami egyszerre ugye nyilván hoz egy klasszikus 500-as házat, megfelelő méretezésű táppal, tehát nem fogy el az energia, hoz egy analóg mixert, hoz ennek megfelelően egy summing boxot, esetleg hoz még egy hangkártyát is, és még a jelutak is patchelhetőek egymás után, össze-vissza szanaszét. Na, ezért a pénzért, amiben ez a ház kerül, itt a felsőt mutatom most éppen, ez már egy igen jó vétel, ugyanis többféle dologra is használhatjuk. Első körben például arra, hogy ha mondjuk még semmilyen stúdiós eszközünk nincs, vagy mondjuk egy kis hangkártyáról szeretnénk valami komolyabbra váltani, és mondjuk keverőt is szeretnénk esetleg még vasazni is, amiben nyilván az egyik legjobb árértékarányú történet az 500-as modulok, akkor mondjuk ráugolhatunk erre a történetre, és még mindig csak a felszínt kapargatjuk, ugyanis nézzük meg először a tetejét. Egyrészt van egy master kivezérlés jelzünk, ami egyébként elég finoman és elég agilisan mutatja a szignálunkat, ami átmegy a masteron. Van talkback lehetőségünk, amelyet el tudunk hátul csatlakoztatni, és már akkor innentől ez a része is megoldva. Nyilván szokásos dolgok, hogy AB hangfal váltás összehasonlításhoz van benne egy mono kapcsoló, egy mute gomb, ugye a talkbackhez a talk gomb, illetve egy dim, ami ugye egy ilyen beállított nominális jelszintet ad nekünk arra vonatkozóan, hogy vissza tudjuk úgyis monitorozni magunkat, kicsit visszaugrani a realitásba, hogyha már nagyon ordítatjuk a rendszert, vagy azért, mert ott van az ügyfél, vagy azért, mert elvitt minket a hír. Aztán alul vannak még érdekes dolgok, az AUX bemeneteknek a level, tehát a jelszintje, illetve a blendelése, hogy a bejövő analóg AUX-ot, vagy éppen digitálisat, hogyan keverjük a DAV-ból kijövő jelhez, de ráadásul itt jön a játék második része, két DAV út is van, tehát lehet ezt még kicsit cifrázni is. Itt a monitor level alul, ami kvázi monitor matrixnak felel meg, vagy bármelyik hangkártyán a szép, nagy potis hangerő szabályozónak felel meg, illetve van egy monitor blendünk is, hogy a mixer analóg jelútjait hány százalékban szeretnénk összekevergetni, vagy éppen pont kizárni abból a jelből, ami a DAV-ból jön. Alul kettő darab fejhallgató, Matrixnak megfelelő kijárat van, ezeket is be tudjuk a szoftverében állítani, hogy mit szeretnénk hallgatni, tehát a producer teljes adást, teljes műsort szeretné hallgatni, az énekes meg mondjuk, vagy éppen bármelyik hangszeres játékos valamilyen más mixet a fülébe, akkor ezt is meg tudjuk tenni. No de azért van itt még egy-két érdekesség azon felül, hogy 500-as házban utazunk. Az egyik része az az, hogy minden modul egyrészt ezzel a chain kapcsolóval középen egymás után egymásba fűzhető, ami azt jelenti, hogy tudunk egy olyan masterláncot is készíteni, vagy épp egy channel stripet, vagy bármit, ami kvázi azt tudja csinálni, hogy mondjuk legelőre berakjuk az előfokot, az jelen esetben is mondjuk így van a Camden 500-zal. Arra mondjuk tudunk tenni akár egy kompresszort, arra pedig egy EQ-t, ha éppen úgy van kedvünk. És itt jön a játék másik része, hogy minden slot panorámázható, hát mint egy analóg keverőn, illetve minden slotnak van egy mix levelje, mintha kvázi egy input lenne egy mixeren, ugye. És így ugye meg tudjuk azt is csinálni, hogy egyrészt akár rakhatunk be bármilyen kombináció modulokat, de tudunk csinálni channel strippet, tudunk csinálni master láncot, tudunk csinálni egy olyan mixing láncot, amiben mondjuk van benne összecsénelve mondjuk egy slotra valami, mellette levő másikkal, és akkor mondjuk így meg tudjuk azt csinálni, hogy felvételi láncot készítünk. És, de a következő mondjuk a 3-as és a 4-es slotton, vagy az 5-ösön és a 6-oson már más csinálunk, ez mind működik. Aztán van itt még egy játék, a Krembornak van egy olyan szabványa, itt lehet látni közelről a fölírást, hogy CAST, vagyis CAST, ami annyit tesz, hogy UTP kábelen továbbítja a hangot különböző Kremborn audiós boxok felé, és ez analóg, tehát ez nem Dante, vagy Ravenna, vagy hasonló, tehát nem digitális átvitel van, hanem totálisan analóg, és így át lehet az UTP-nek megfelelő sávszámban analógon küldeni különböző boxokba jelet. Ez azért lehet például érdekes, mert hogyha mondjuk van egy stúdiónk, egy projekt stúdiónk, és mondjuk van egy vokálbuszunk, ahova át szeretnénk küldeni az énekestől, egyrészt behoznánk a mikrofonjelét, meg küldenénk a fülébe monitort, ezt meg tudjuk ezeken a kesztes boxokon csinálni. És a játék következő része az lesz, hogy a különböző hardverek, amiket berakunk az 500-as boxba, az háromféle üzemmódban tudnak menni. Tehát egyrészt van egy kesztes,
kijárás, egyszer van egy analóg kijárás, ami ugye a klasszik XLR-en fogja kihozni a sztorit, illetve van egy USB-s kiállás, ami ugye kvázi a hangkártyába köti bele a történetet. És így ugye szlotonként is el tudjuk azt mondani, mit szeretnénk hangkártyán keresztül átküldeni, mit szeretnénk analógba használni, ha esetleg még befűzzük valahova máshova a rendszerünkben, vagy akár a keszten keresztül is eldönthetjük azt, hogy mondjuk azt kiküldjük az énekes fülébe, ami azon az előfokon vagy bármi máson keresztül szaladozik. Hogy értelemszerűen a routing az úgy működik, hogyha mondjuk összecsinálunk több eszközt, akkor mindig a láncban az utolsó lesz az a kijárat, ami az egész láncot viszi magával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen flexibilitású, ilyen sokoldalú 500-as házat nehéz találni, ami sok minden más is lehet egyben, és hangkártyája jó. Az az igazság, hogy nincs nagy színezés, nincs torzítás műszerrel mérhető, nincs olyan felbontás, mint egy 1,5 milliós hangkártyának, de az egész box nem kerül ennek a töredékébe se. És ugye maga a tisztasága, meg az egész használhatósága az egy nagyon-nagyon meglepő szintet képvisel ezért a pénzért. Viszont tegyük föl, nincsen szükségünk hangkártyára, Monitor Matrix-a, mi egyébre, ami ebben a felső modellben megtalálható. Nézzük meg az alsót. Ugyanezt a helyzetet látjuk, de mint látjuk, ez a panel ez üres. Valahogy egy szép londoni látkép. Tekintve, hogy a Krembornel audio az brit. Itt ugyanúgy megkapjuk az analóg funkciókat, viszont a digitális funkciókat el kell, hogy engedjük. Ennek megfelelően ugyanazokat a dolgokat meg tudjuk csinálni. Illetve tévedek egy picit, mert van digitális funkció, de nem USB-s, hanem adaton, magyarul Toslinken a 8 slotot értelemszerűen 8 sávként tovább tudjuk küldeni. Tehát végig is DA-konverterünk van, ugyanaz a minőségű, mint a fentiben, csak USB-s funkciók, tehát hangkártya nincs. AD-konverterként továbbra is üzemel a készülék. Nyilván monitor szekció és hasonlók sincsenek, de mint mondtam, ez nem egy hangkártya, mint az alsó. Viszont a funkciók ugyanazok, ugyanúgy kesztes, tehát ugyanúgy kezdten el tudjuk küldeni a különböző jeleinket, például a vocal boostba, vagy éppen bármilyen monitor szituációba, ugye többféle kesztes különböző külső box létezik, ezekről majd egy későbbi videóban. Úgyhogy igen, tehát nem volt ott még a fejedben a Krembon régebben. Viszont, hogyha ezeket a funkciókat végigveszed, és igazából kicsit hosszabb távra tervezve, jó áron szeretnél valami olyat venni, amit semmi másban nem kapsz meg, csak ennek sokszoros áráért különböző eszközökből egy bazi nagy eszközparkkal, akkor ez lehet az igazi megoldás számodra. Javaslom, hogy próbáld ki, ugyanis nálunk mind a két modell, mint ahogy látjátok is itt van az asztalban, fel van töltve modulokkal, és akár a saját moduljaidat is beletehetjük, meg tudod őket nézni, és az itt látható flock patch B-jel, melyel az egész stúdiónk össze van rútolva, gyakorlatilag pillanatok alatt mindenféle kábeldugdosás nélkül, meg tudjuk azt neked mutatni, hogy analógban hogy szól, milyen a hangkártyája, az hogyan szól a DA-konverter hangkártya rész nélkül, és úgy meg tudod azt is állapítani, amit mi már viszont tudunk, és ezért bátran javasoljuk neked, hogy ez egy nagyon jó választás. Nézd meg velünk együtt itt. Sziasztok!